De az hoztál? Nagyon közérdekű. Minek hoztam volna? Hát, hogy mutogassuk, hogy ez az a híres Night Shift. Hát amit... ismerik. Ki nem ismeri a Night Shiftet? Hát mindegy, azért befért volna, hogy mutassunk egy Night Shiftet, mindegy. Ha valaki látni akarja a Night Shiftet, félár ez most, mondhatjuk félárnak? Igen. Féláros akció, így a nyár alkalmából. Így. Ilyenkor a legjobb betárazni a térre. Ha ti is mentek nyaralni, nyáron, a kilépő, ami után nem lép ki senki, hanem ott elterül, de addig is üvöltve élvezi a különleges minőséget, ami most már, ez melyik évjárat? A 22-es és 23-asból is van. Wow, és lehet választani. Ugyanannyiba kerül? Nem, más áruk van. Csak a kedvezmény van kb. Ugyanott, ugye. Nézzétek meg a vanbir.hu-t. Amúgy is mindenki bebookmarkolta már, nem? Ott van neki könyvjelzőbe. És nézzétek meg a szezonális Night Shift akciót. Hát ilyenkor kell, tudod. Nyáron kell kabátot venni, télen úszónadrágot. Én így szoktam. Én anyámtól azt tanultam, hogy télen kenyeredet, nyáron ruhádat el ne hagyd. Az ősi paraszti bölcsesség. Szilárd, és a te ősi paraszti bölcsességet, hogy nem csak álmos vagy, de rekett is. Tehát ordibálnak kellett a... Aha, sokat. Fesztiválom. Kommentelő írta, hogy összekóstolta a sugárlipszeket? A sugárlipszet és a mednek a... Na, azt a piros, a savanyú, azt a... Na... A ribizlisét, a Rákóczi túróst? Igen, kicsit sérelmezte, hogy nem kapta meg egy korsó árban a két poharat. Vagy valami ilyesmi. És bölcselkedett hosszasan, hogy szerinte melyik milyen. Vagy egyikünk, vagy másikunk, vagy mindketten fordítva ül a lovon. Mert én nem osztom szkepszisedet az IPA-kkal kapcsolatban. Én azt mondom, amit olvasok is a nemzetközi szaksajtóban, hogy továbbra is az IPA viszi a kisüzemi söröket, de ami a Hoblagerrel van, hogy nem értem, hogy miért csinál minden hónapban valamelyik magyar craft egy Hoblager. Mindegyiknek kell a pofon. És az is furcsa, hogy valójában nem kéne, hogy ez nem jó igazából szerintem. Ezek a Hoblagerek. Nem rossz, de ugyanazt a felső eresztéssel csinálnák, sokkal finomabb lenne. Csak hát nem tudom, most már Józsi vagy ráerősít, vagy nem emlékszik, hogy én csináltam Hoblagereket, és azok szerintem jobbak voltak. Tehát azok ihatóbbak voltak. Valahogy nem tudom, hogy homebrewban, mintha a Hoblager jobban működne, mint craftban. Mindegy, most is van Hoblager. Homebrew, hát még lehet jelentkezni a házi. Extrém sörfőzés. Jó, de nehogy valaki egy Hoblagerrel jelentkezzen, mert a Szilárdnak van egy húsángja, azzal veri végig a József körúton. Az egyekiekkel kezdünk? Hát, szerintem így fogunk növekedni. Új egyekiek, új dizájnnal. Új, ez a koktél sorozatuk. Nem úgy néz ki, mint az egyekiek, de ez is gusztusos, és szerintem hűtőbarát. Nekem kicsit retro. Kicsit retro, de nem néz ki szarul. Tehát... Egymás mellett jó, ha önállóan van, akkor nem. Majd mikor meg lesz a sorozat. Tudod, akkor milyen? Kicsit tényleg az a 80-as, 90-es évek Globus konzervjár, a konzerv kukorica. Igen, de ez itt kukoricát ábrázol? Az lesz. Ja, hogy... Az komló, az kukorica. De miért kukorica? Kraft Hoblager with dried lime, lemongrass and orange peel. Nem ábrázolhat. Ez nem a Óza nagyvarázslóból a sárga köves utat ábrázolja? Vagy valami hasonló metafora? Itt lesz a következő, az is hasonló, de ott búza meg narancs van. Akkor ez miatt a meta ábrázol? Közép-amerikai aszték minta. Hát... Komlóból. Mindegy. Magyarázzunk bele valamit, az lesz. Kezdjük a Hoblagert? Hát tudsz jobbat. A legrosszabbból hát kell túlesni, a legrosszabbból kell kezdeni. Jobbat tudok? Jó, figyelj. Az egyeki, van az egyekinél megbízhatóbb firma? Hát az Ugart is annak mondod. Jó, az igaz, de az egyeki szerintem egy nagyon megbízható vállalat. Kinézem belőlük, hogy csinálnak egy jó Hoblagert, ez szerencsére már a színe sem lágeres, meg valahogy az apró buborékok se. Igen, értelmetlen. Homebrewban működik. Na, Józsi, tessék. Van benne valami. Semmi. Ittam a Corvinon működik. Is, de mintha lenne benne valami fűszer, amit nem tudom. Lány, nem?
Nem a Mászos cidrom kőbányai fú. Világos. Azt mondod? Kőbányai világos. Made by etyek. Kőbányai világos. Az ilyen szó. Na, jó, bár nem megvárom, mit mond Józsi. Józsi azt mond, amit akar, nincs rajta. Kár érte. Nincs rajta anyom. Na de mire hasonlít? Nincs a számba a kőbányai íze. Pilz, karapilza, maláta, komló, magnum, citra, lemondrop, aszaltlám, citromfű, édes és keserű narancshéj, élesztő az YFA301, ez egy régi teherautó rendszáma. Nem, ez egy lassú jármű rendszáma. Szerintem ezek az YF-ek, ez a lassú jármű, ezek a csettegők. Jó keserű a vége. Figyelj, ez duplán kapufa. Tehát az egyik felső lécről kapufa, és átpattan a másikra, de nem megy be. Tehát, hogy nem, nincs meg a, kerül? Nincs meg a komló aroma, egyeki, hoppi, 1490, és ez, hogy tököm tudja, mi a cél, és drága. Drága is, igen. Ez valami pénzmosoda? Tehát számlát gyártanak? Vagy miért? Leírják az adóból? Hogy? Szóval, hogy azért, mert ráadásul a vége keserű. Ott marad tartósan, és lehet, hogy nem csak komló keserű, hanem ez a szárított keserű narancshéj, meg mit tudom én? Kavopigó. Hasonlítanak a Corvino jól megy. Akkor fordítva ülünk a lovon. Nézzük a következőt. Ez tutira Isten császár lesz, ez. Mert búzasörbe, mangó és narancs, vagy mi is, tropik, koktél, kisüzemi, narancsos, mangós búzasör. Az egy kurva. Ja, tényleg az én dupla búzámból már alig van ilyen 30 doboz, hogyha valakit még érdekel. Képzeljük, van egy ilyen, üzemeltet egy ilyen sörös webshopot, és ott ezeket időnként csepegnek. Én csak a motoromat árulom, azt mondja, hogy de szerintem az is az eladhatatlan kategória. Hát cseréld be egy Panamérára. Nincsenek egy gyárban. Legolcsóbb Panamére olyan 9 körül van, szerintem. Na, nézzük ezt a jó kis... És a Harley? Harley, hát 6 fél alatt nem adhatom, mert annyiért már sportsterek vannak, szóval sokkal hát, kisebbek, mert minden... Cseréld be egy korábbi. Ú, de jó illata. Ej, Szilárd, na ez. Ezt kóstoltam, ez ja. Sokkal szimpatikusabb volt. Aj, de jó illata van. Azt most ittunk ilyet mostanában. Valami nemzet, valami osztrák, vagy én nem tudom mibe. Ugat a macska? Hát alul a bakarcsok, az alsó szomszéd bakarcsai. De jó illata van. Igen, ez most van egy ilyen ébredés. A te dupla búzád is. Meg nemzetközi be is ittunk valami ilyesmit, hogy a búzasör egy elhanyagolt dolog. Úgy de jó. És ez mennyi? Ez szerintem drágább és méretán 1790. És most ettől megindult a nyelvemről egy kicsit a keserűség, de szerintem ebben nincs a keserű, csak az előzőből érzem. Csak nézem, hogy van ebben ez a nátrium ciklamát, mivel szoktál, te Szilárd, mi kálium az szorbát? A kálium szorbát. Vízárpa maláta, búzamaláta, búzapehely, narancsürítmény, mangósürítmény, homló, keserű, narancs, élesztő. Ha le van teljesen erjesztve a gyümölcs, akkor ugye nem... De nagyon ott van. Nagyon finom, és nagyon ott van. Hát, gyönyörű búzasörös hab. Lehet, hogy a cicó kiment, mert a Szilárd nem hozott kutyát, akkor kimegy a macskánk, ez flagmán kikönyököl az erkén, és akkor alul a bakarcsok megugatják. Ezek tényleg ilyen bokakutyák így hangról. Hát ezek átszaladnak a tiéd alatt. Ez nagyon finom, harmonikus, és a tetszett a szöveg is, ez a nyár, narancs, mangó, fűnyírás. Tényleg, igaz, hogy 5,6-os, de nem, ez így tökéletes. És szép a habja. És nagyon szép a színe, nagyon szép a habja. Úgy kell árulni, hogy minden ilyen mellé, ajándékba egy hopi, és akkor elfogy. Tökéletes az utóízés, tényleg le van erjedve, tehát nincs a gyümölcsnek az édessége, de valahogy a végén ott lengedezik benne. Horizont Sour Series, az a jó, hogy ezen a hét mondtad nekik, amikor már bementél a negyedik főzdébe, hogy na mi van, és hogy na szivattok, összeesküvés, egy Szilárd ellenes, hogy még a savanyú is ipa. Hát ez hogy? Azt mondja, hogy Puckery Potion,
Ó, pont jött a Józsi, mikor ennek a Puckery Potionnek kezdtem utána nézni, hogy mi az. De... Cintia, az a Rumi Cintia, az a főzőmesterük? Volt egy csaj, az ötlettől, igen. Mi az, hogy ötlet? Hát ott van a ID, az ötlettől. Tudom, hogy az ID mit jelent, de ő a... Náluk. Várjál, nem ez a... Nem ez a Pink Boots? De. Ez a... Várjál. Hát az a Komló Blendel van csinálva ez a sör. Azt mondja, csak nem látom a Pink Boots feliratot sehol, csak azt hiszem az ismertetőben olvastam, de az ismertetőben azt hiszem nem volt az, hogy mi az a Puckery Potion. Mindegy is, 7-2-es savanyú IPA. A 16. Ez ne IPA, vagy sima IPA? Ne IPA, nem? Sour IPA. 7-2-es. Baj, kiderül. És itt valaki beleokád egy lombikba, ez azt jelenti? Hát gondolom annyira savanyú lesz, hogy... Hogy egy lombikba okálsz? Jó, én benne vagyok. Majd leteszteljük a pH mérődet. Ha savanyúnak érzed. Ez szerintem... Szerintem bőven 3 fölött ez lesz. Egy betegesen kulturált. Ráadásul ugye, mivel 7-2, biztos van benne egy csomó maradék cukor is. Aj, de jó. Kicsit olyan rafás illata van. Savanyú, ipa. Basszus. Nem téveszed össze a rafával, mert abban nem, ilyen nem. Édes, tényleg abban az a limoncellós édesen. Igen, lájmosabb van benne. Ez meg ugyanaz a sav, kicsit savasabban, a lájmos íz nélkül. Ugyanolyan, de teljesen más. Igen. De hú, ugye? Érzed, hogy 7-2? Nem. Lehet, hogy a sav meleg, a melegítés. Igen, de a sav miatt annyira nem marad. Basszus, ez nagy színpad. Alapszortimentbe. Hú, de jó. Te a Mazagránt is betetted volna alapszortimentbe. Hát a Mazagrán a legjobb. Azt nem emlegetik, hogy azt megint rajtad megfőzik? Kívül nincs épesző ember, aki azt újra akarja, azt a terméket. Képzeljétek el, Józsinak elküldtem még mi lesz a menü, és egyből írta, hogy akkor szóljak Szilárdnak, hogy hozzon még neki 2 trailert és 2 simát, majd még Józsi is ráírt Szilárdra, de Szilárd annyira rottyon van a sörfesztiválos meló miatt, nem bírja a napi 4 óra alvást. Te már nem vagy igazi vendéglátós, nem? Én már megöregettem. Mindjárt 34 vagyok. Kiöregettél ebből a hardcore életformából? Hát éppen sört főztem a Józsinak. Egy különlegesség. Igen? Hát nem ipa lesz, akkor Józsi. Nem neked. De neked főztem. Imádni fogod. Ezt neked főzte az András Szaszonta. Igen? Én azt hittem, hogy mivel a paraméterei, tehát 8% meg... Hát West Coast IPA. Várjál, ez most egy alapszortiment lesz? Ez egy alapszortiment lesz, ez lesz az Agrár X helyett. Volt olyan, hogy Agrár X? Igen. Én arra, Józsi, emlékszünk Sárga Agrár X-re? Sárga címkés volt. És az is dupla IPA volt. Ja, én azt gondoltam volna, hogy ez valami, hát mint az Orange County Choppers, hogy mit tudom én, az Axiálnak csináltak rendezvényre sört. Én szentül meg voltam győződve, mert viszont annyira nem drága, 1390-ért egy is. 8%-os, ugye 8? Igen. 8%-os West Coast IPA, amiben nyilván van komló, bár tök mindegy, hogy most felolvasom, hogy Galaxy, Simcoe, Mazagran, ugye, de jó lenne egy Mazagran komló? Hát itt most nem találom. Hát nyilván van rajta. A szokásos vicc, a puszta szuperhős series. West Coast IPA. Mert András azt mondta, hogy van rá igény? Nem. Azt nem mondta. Ilyet nem mert állítani. De ismeri András a West Coast IPA színt. Van neki egy ilyen RAL színskálája. És azon... gyönyörű ez az enyhén opálosan narancsos na ez jó mi? Azt mondja 1400, nem az egyiki hoppi volt 1390 olcsóbb mint a hoppi, igaz, hogy kisebb a doboz, édes és utána keserű.
miből áll? Tudod, ez a... Az rá van írva? Az azt mondom, hogy most olvasom el, hogy mozaik szinkron. Szentenie. Úgy is, mi akik reketje emlőin nevelkedtünk, tudjuk, hogy a vízkémia a lényeg, a a hőlépcsők, illetve az, hogy milyen hőmérsékleten, milyen erjedési szinten rakott bele a hidegkomlót, meddig, hogyan, tehát nem az, hogy milyen fajta, az nem mond tulajdonképpen semmit. Nem azt mondom, hogy ez olyan, mint amikor a Dreyer ráírja, hogy hatféle komlóból tudod. Melyik hatból? Igen, meg hogy mennyi, meg mi. Hát ez... És ebből... hogy tud ez ilyen... Nem mondhatok más, ez olcsó. Tehát, hogy tud ez ennyi lenni, hogy előre azzal kalkulálnak, hogy abból annyit főznek, és majd hosszú távon. Igen, ez alapszortimenti, mondjuk itt ebből csinálsz 4000 litert, mondjuk egy trailerből meg csinálsz 1000-2000-et, ugye más egyből a matek. De ezt nem azért vesznek ebből többet, mert olcsóbb. Tehát ennyire a trailert is adhatnak. Nem, olcsóbb. De ugye ebbe például alapkomlók vannak, tehát egy minden ilyen egy fokkal elérhető bármi benne. Ez, na. Várjál, Józsi, költözzünk hát. És figyelj, 1390-ért nyelvzsibbadás meg van, Józsi? Ugye? Csodálatos ez a nirvána. Igen, ezért jöttünk. Aha. Most azt a simát meg se kóstoljuk meg a trélert. Ez elég veszkóztos minden neked? Nagyon. Akkor jó. Ó, a citrusosság, a végé. Aha. Minden kort egy külön utazás, az édes. Kanyar a keseri felé, ami nem tapad, hanem zsibbaszt. Igen, nem az az algofili keserűsége van. Uff, ezt külön messze raktam, hogy megismerjem. És olyan citromos, nem citrusos, grapefruitos, egy kicsit olyan citromos a vége. Fú, hát ez nehogy azt higgy, tehát ne tévesszem meg. Ne tévesszem meg senkit. A doboz vélt vagy valós egyszerűsége. Igen, hogyha ezt kihozza a trailer 21-nek, akkor már nem lenne akkor belőle. Akkor 2100. Igen. Jó, de hát András nem akarja, hogy... Na, tehát a hét titkos típje nagyon egyértelműen. Hát ezt figyelj. Azt hittem, hogy ez azért ennyi, mert mondom valami agrárcéggel kollab, és izé... És mit tudom én, Szilárd addig hisztizett ott nekik, amíg a szokásos, hogy akkor engedjenek, és blablabla, bla, bla, és ő pedig átengedi a fogyasztóknak. Blablabla. Bla, bla, bla. Na, a sima, nem tudom, az Azachria mánia miatt van ebben is. A romantik. Single hop double neipa. És akkor mi az a single hop, ami benne van? Hidegkomló, kisüzemi világos sör, unfiltered. Ez az a komlója is. Mi? Ja, hogy mert így van egy ilyen nevű komló, hogy Achromantik. A reketje szerint biztos nem lehet szerezni. De itt várj, itt van rá. Szilárd, láttad, hogy a reketje kommentelt a múlteti videóra? Aha. De milyen jó. De mit kommentelt? Hogy hülyék vagyunk, mert nem IPA. Honnan a faszomból tudjuk, ha nem írja rá? Nem válaszoltam. De amúgy tényleg. De a kommentelők is megállapították, hogy micsoda tisztesség, hogy a reketje bekommentelt. Ideje volt. Ideje volt? Ez azt a sok sértegetést végre. Kibaszott szaur, főleg, hogy Berliner. És ment rá a válasz? 30 lájkot kapott, te is válaszoltál egyébként. Válaszoltam? Mit válaszoltam? Te? Ja, sírok is. Tehát akkor mi? Tehát akkor az most Berliner Weisse volt és nem savanyú? Az Berlin, de a Berliner Weisse savanyú. De az a sör? Az savanyú volt? Az igen, a igen, viola, igen, vagy igen, kankalin, igen, vagy igen, mi az isten nyira? Igen. Primula. Primula. Primula veris. Igen. Adtál belőle 10-nél többet? Nem emlékszem, de nem nagyon van érte közel harc. Majd egy jó hoplágert csinál. Mert még nem értjük a művészetét. Minden fokát nem tudjuk még megugrani. És jó hoplágert meg ne csináljon senki. Amit mögöttem láttok, tegnap hozta egy srác angol Tesco válogatás, és mondtam a reketjének, hogy többször is kéne jönni, ezt több turnusba föl kéne innunk. Rui Tristipa. Tudjuk, érdekes lehet. Igen, de aztán a végén befalsult a reketje, és nem jött, de a héten valamikor jönnie kell. Tehát ez egy... Neipa. Egy single hop neipa. Aroma komlós neipa. Dupla. Dupla. Ach, romantic. Ach, romakom.
Ugye jó. Nulla keserűség. Baszki, ez... Nulla keserűség. Ez keserű. Ez olyan komoló keserű. Nem. Pont, hogy a nyelvemen nincs semmi. Hát azután, hogy keserű. Azután, hogy ez az ugar agrár lezsibbasztotta, most semmi, mintha a nyelvemet nem is érintette volna a sör. Hát nekem, nem, ez, nekem ez már nem melyikba. Direkt a nyelvem végére gurgatom, semmi, nulla keserű, ez nem keserű, Szilárd. Keserű? Hm. Semmi keserű. Tolkomba. A francokat, ez az ugar maradt. Valahogy a nyelvem két oldalán jön mindenféle aroma, ez kurva jó ez a komló. Nem hallottam róla? A komlók az achriája, achromantik. Hm. Ettől egy kicsit, mintha a nyelvem eleje zsibbadna. Azt mondja, hogy sima 1790. Hát igen, de várj, ez is valami magas alkohol, nem? Hát dupla. Mert egy dupla, igen, single hop dupla, 8,5. Mondjuk a 8,5 nem tűnt volna föl. Szilárd, ez Isten császár, csak mondom, hogy te is tudd. Jó. Nekem még ez se volt annyira keserű, mint ez. Úgy, hogy nem szereti a leipát út, vagy a hibákat. Igen, jó. Tudom. Kóstoltad? Nem. Érdekel? Olyat is kommenteltek, hogy mindig aggódnak, hogy amennyit kitöltök Szilárdnak meg magamnak, nem marad Józsinak. Józsinak jut a legtöbb. A legjobb. Bah, van benne egy kis istálló. Szénabálák. Nagyon. Na ez. Nálam ez. Ez jó. De ez drága is egyébként. Ez jó. Azt mondja, na ez annyival neipább, mint nekem a sima. 2099,2%. Kóstolnám meg, mennyivel könnyebb, lágyabb. Basszus. Jó, ez egy... Nem, az van, hogy... Józsi csendesen bazd meg a magában. Ez egy kurva jó sör. Ez egy prémium termék. Ez egy... Autós hasonlattal próbáljuk megvilágítani. Ez egy Ssangyong. Egy Ssangyong... Korandó. Jó lesz. Egy korandó. És ez az, a, amit elkótya vetéltél, az a jó kis sorhatos merci. Mi volt ez? A V6-os, a C3-50. V6 volt? C3-50, V6 manuál. Ó, de jó volt az. Ó, de finom volt. Az a váltó. Ah, igen, ez az. Van benne sóvajom? Olyan, kicsit olyan elektrolitosnak érez, tehát nem? Neked azt mondom, mindent meg kell sózni. Igaza van. Fú, jó. Ügyes. Remélem jövő hétre már elkészült, már leerjedt az a 6-féle hopláger. Különleges Szilárdféle halálos hopláger pak. Csinálják mindenhol, nem? Mindenki azzal készül. Mikor lesz a születésnapod? Milyen hónapban van legalább azt mondom, kettő nap múlva. Május 15-én van. Az a ma? Ma van az adás. Rossz hírem van. Hát akkor szeretettel köszöntünk. Rossz hírem van. De most legalább minden főzde írja be a naptárba, hogy jövő májusra addig pont meglegyen a 80 napos láger. Rekettje most csinál valami nem tudom hány napos lágert. Az is. Jó lesz. De ja, az? Nem tudom. Ja? Már nagyon várom. Nem tudtam. Sose lehet nála tudni, hogy fáradt, vagy viccel, vagy mindkettő, vagy egyik se. Ja, ugar. Karamellás. Azt mondja már meg nekem az ugartól valaki, hogy ezt a méretű vonalkodót mi a bánatos retek olvassa be. He? Ez most azt, kihez beszélsz ilyenkor szület? Azt. Valamelyik írja már meg nekem. Háromféle vonalkod olvasón van. Bazd meg, egyik se tudja beolvasni. Kicsit. Pedig van ilyen, ami minden irányból olvas, ez ilyen nagyon spéci göm. Én meghagytam Józsinak. Most nem tehetek róla, hogyha bent felejtette. Mi ez a gót felirat? Kecske. De tudod, ez betűszó. Ja, biztos, tréler kecske. Nem vagy egy nagy foci néző. Nem.
greatest of all times, minden idők legjobbja. Lionel Messire szokták írni meg egyebekre, de hát elég gót ez is valóban. És valahogy csak egy kecskeképet raknak oda az analfabéták kedvéért. Ez tényleg... A macska be akart jönni, ez befejelte az ablakot. Ha. Akkor beengedem a macskát, sziasztok! Jövő héten egy óriási Hoplager válogatásra jelentkezünk. Gyertek akkor is! Iratkozzatok fel, lájkoljátok csatornámat, és vásároljatok Szilárdnál a Van Beer webshopban. Csodálatos dolgok vannak. És még az is lehet, hogy jövő hétre Szilárd is kialussza magát. Talán.